frakciós ember azért nem menjen el szavazni, mert semmit nem csinál gyakorlatilag, a szülei tartják el, nem lát bele a politikába. Van egy csomó 18 éves, aki már, mint amilyen faluról följött Pestre, itt egyedül él, akinek nincsenek meg azok a háttér, nincs meg az a háttér, hogy tényleg belelásson és konkrétan, tehát nem indirekt módon, illetve nem indirekt módon érintse őt a politika, az azért nem menjen el szavazni, mert teljesen hiteltelen, akkor csak arra tudsz szavazni, hogy a szüleim mondanak otthon. De mindenkit érint egyébként a politika, de valóban akinek nincsen egy kiformált vélemény, vagy nem látja át, az nem menjen el szavazni, és ezért is valamilyen szinten egyet tudok érteni, hogyha egyik pártnak se tetszik a kampány, vagy nem tartja reálisnak, akkor most hogy menjen el, kire szavazzon, hogyha egyik kell szavazni. Hát csak valamelyiket nagyon ért egyet, akkor a másik. Nem tudom, hogy milyen érdekeim vannak, mert még nem vagyok benne abba a rendszerben gyakorlatilag. Tehát majd lehet, hogy 5 év múlva, amikor kereső ember leszek, akkor igen, de most nem. Van, bele kell szólni. Van, hiába szólok bele, úgysem rajtam fog múlni, nem mindegy, hogy én elmegyek, vagy nem. De ha sokan szavazunk, akkor már van értelme, mert a tömeg összefog. Azért, mert most mi nem tudom hányan vagyunk, 15-en elmegyünk, nem fog megváltozni a többség. De igazából nincs is olyan párt, akire szavaznék most jelenleg. Azért nem mentem szavazni. Eljött a te időd. Készíts 1 perces videót, és nyerj vele 100 000 forintot, vagy a 3 darab sziget heti egyet. tasz.hu/20